ez a Cselgencs világbajnokság hetedik napja. A nehéz súlyú Teddy Reiner távollétében a 100 kg-osok mezőnyében az olimpiai bajnok Lukasz Krpelek volt formában, aki iponnal nyert a koreai Kim Min-jong ellen az elődöntőben. A másik elődöntő nagyon szoros volt, a 2018-as világbajnok Gurem Tushishvili és a japán reménység Harasawa Hisayoshi között. A hazai tatami előnyét kihasználva a japán egy koszatú gari után a földhöz szögezte a grúz bajnokot, és iponnal nyert. Ezzel a győzelemmel Harasawa már is jobb eredményt írt el a tavalyi bronznál. Krpelek legyőzésével a 2003-as Munetai VB után Japán újra aranyérmet szerezhetett volna. Harasawa keményen küzdött, az olimpiai bajnok azonban jobbnak bizonyult, és a 2020-as Tokiói olimpiára kettős címvédőként utazik. Az érmeket a Nemzetközi Cselgáns Szövetség alelnöke Rehio Davio adta át. Remekül érzem magam. Ez egy lenyűgöző nap volt a számomra. Két kategóriában is világbajnoki címet szereztem. 2014-ben a 100 kg alatti súlycsoportban, az idén pedig nehéz súlyban. Nagy nap ez a számomra. A 78 kg-osok feletti súlycsoportban Idalis Ortiz, aki már volt VB döntős, 8. ütközetét a fiatal japán Sone Akira ellen vívta. A szoros küzdelemben végül Sone volt a jobb, és ezzel megerősítette japán vezető pozícióját az éremtáblázaton. Az érmeket a Nemzetközi Cselgáns Szövetség nagykövete dr. Antonio Castro nyújtotta át. Jóban vagyok Abe Utával, közösen készültünk fel az edzőtáborokban, és talán ez tette lehetővé, hogy mindketten aranyérmet szerezzünk ezen a tornán. Japán még egy sikert könyvelt el a 78 kg feletti mezőnyben. Asahira Sara mindössze 5 másodperc alatt győzött a brazil Maria Sulen Alteman ellen. A történelmi Nippon Budokkanon Anton Giesing legendás szellemét idézte fel a holland erőgép Roy Meyer, aki egy gyors táj otosit ért el a 2018-as világbajnok Gurem Tushishvili ellen, és ezzel megszerezte Hollandia negyedik érmét. A napdobása brazil Beatriz Souza nevéhez fűződik, aki egy látványos haragosit ért el az amerikai Nina Kutro Kelly ellen. Ezzel lezárult az egyéni verseny.